Na? Most jó. Hihetetlen. Komolyan. Ez konkrétan hihetetlen. Kevgamer random. Szia, Hali. Techlips. Sziasztok. Na, most, hogy kifagyott a chat. Vagy hát már nem, de hogy a chat? Nem. Az egész live kifagyott. Ezért most akkor elindítottam egy újat. Így most hát, ha jó. Így most hát, ha nem fagy ki. Úgy, hogy semmi rosszat nem csináltam, semmivel nem csináltam másabb dolgokat, mint eddig. És eddig nem fagyott ki, most de. Ez teljesen hülye. Tök jó. Annyira örülök neki, hogy random csinálja a fesztivált az a nyomorék. Na, üdv, Scrum Computers megint. Igen, Fülöp László. Szia, Hali. Ciao, ciao. Tök jó, hogy droppolja a frame-et meg. Igazából nem működik normálisan. Miért működne normálisan, nem? Hiszen YouTube. Egyértelmű. Oké, egy pillanat, és akkor kezdjük megint ezt az egészet. Igen. Nem. Piac. Korez. Szia. Üdv. Üdv mindenkinek, Hali. Ciao, ciao. Kevgamer, Mário, azt a Temple of Sun demót ki fogod valamikor buildelni? Kérdezted már, és mondtam, hogy igen. Igen. Ki fogom buildelni. Miért lesz rá egy kis időm, és tehát úgy lesz idő mindenképpen kibildelem, igen. Na, hát akkor csapó 2, hogy mondják. Szóval, azért gyűltük ma itt össze, hogy belenézzünk a Vindictus című játékba, és a Level Zero című játékba is. Jó, úgyhogy ezekbe fogunk belenézni, akkor marad a 4K, simán 4K, magas bitráta a 4K 60 FPS helyett. De jó. Na, oké, akkor itt is vagyunk. Szóval, a játék címe Level Zero. Kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire jó kis játék lesz az egész. Itt már korábban itt valaki mondta a chatbe, hogy ez a játék ez nem túl, tehát annyira nem jó, mint amennyire lehetne. Úgyhogy... úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy tényleg mondjuk unalmas-e egy idő utána, vagy se. Az FPS belokkolom 60-ra, grafika igazából első körben maradhat Epiken, aztán meglátjuk. Most már csak nem fogja eldobni a izét. Na várjál, én most én... Oké. Amúgy én kiléptem, és akkor most innentől kezdve ez úgy adja be, hogy akkor én ezeket az utcaimat elveszítettem, tehát hogy... Oké, király, tök jó. Ez most még játék? Igen, ez még játék. Nem tudom, skacok, hogy tényleg miért fagy ki folyamatosan a 4K 60 FPS-es kódek. De ez a, mármint úgy folyamatosan, hogy full random. Tehát, hogy van olyan játék, ami úgy zabálja a gépet, mint az állat, attól mondjuk valamelyiknél kifagy, valamelyiknél tökéletesen működik, valamelyik játék meg abszolút nem zabálja a gépet, és azoknál pedig tökéletesen működik. And find a way out of this hole. Use some light damage, várjatok. Van egy olyanom, hogy pocket. Igen. Attention. All power supply system has been switched to. A 4-es az micsoda? There are 30 minutes left until emergency power supply cut off. Ez mi? Nagyon benne van ez a... Oké. Okay.
Oké, na. És akkor nagyon jó fut a játék, mert mondom 40 FPS-en van benne így ultrán. Szóval, jó mindegy, az nem gáz, mert ti úgyis 30-al látjátok, csak egy kicsit, ja. Tóth már kicsit GTFO. Ja, amúgy, hát igen, amúgy tényleg. Igen, csak mondjuk ez szebb. A GTFO-nál azért nagyon sokat számít, meg nagyon sokat segít a játékon, hogy... A GTFO játéknál nagyon sokat segít az, hogy ott rohadt nagy köd van. Itt az elég sokat eltakar a játékból. Ott nem lenne köd, az nem néz ki túl szépen. Itt valami... Ah, itt volt benne dög. Itt volt benne egy dög. Én nem tudom, mit kell csinálni, én csak megyek. Már előtt igen, csak bankkártyával lehet támogatni? Paysafe kárral esetleg? Kevgamer random. Hát van PayPalom, van Revolutom, van bankkártyám. Igazából bármivel, szerintem. Igen, a GTFO-ban nagyon szép a köd meg fény, és direkt azt nézegettem én egy jó darabig, hogy... Az hogy érted? Ez nem tudom, mi, de ezt fölvesszük. Hogy anélkül viszont nem túl acélos az a game. Tehát azért azt tudni kell. A GTFO. Ott abban konkrétan ez a köd, ez az ápol és eltakar. Itt van egy kis probléma ezzel. Le fog kapcsolni a villany. Én nem tudom, mi van itt. Hát ok. Én nem tudom. Ja, arra kell menni, oké. Okay. Hát az király, az jó lesz. És kacok, nincs lámpa, most már van semmi. Jó, ugye a fények jók, meg ilyenek. Én mondjuk ezt az idióta ilyen film grain effektet, ezt így ebben a formában én nem raktam volna rá. Ezt hogy érted? Ott szerintem valakit megölnek. Az probléma. Ott fut a szemét. Gyere vissza. Azt hitted mi? De huncut. Várjál. Bocs. Muszáj volt megtrollkodnom. Jó hír? Ezt hogy érted? Ez mi volt ez? Ez mi volt ez? Ez mi volt ez? Ja, hogy te már kilootoltad, az király. De ki az, aki rám vert egy akkorát, hogy majdnem beszartam? Szia Lajos. Azt hitted mi? De én ütném amúgy. De várjatok. Most ez nagyon jó, tehát ez fantasztikus játék. Nem, de most mindegy. Tehát abszolút nincsen balanszolva. Tehát most felkapcsoltam a villanyt, berohant a dög. A csávó ezzel a fejszével pontosan semmit nem csinált. Tehát, hogy így... Most mi történt? Értitek? Tehát, hogy így most ez mi volt? Techlist megint elfelejtettem megújítani. Ja, köszi szépen, amúgy üdv még egyszer a csapatban. 82 Refurb, szia, Hali, csáv, Tóth Márk. Hát a GTFO 9 giga, jól tudom, ügyesen letömörítették a fájlokat, de mondjuk 3-4 rundown vittem ki teljesen 80%-ban, ugye azok a pályadizájnok. Igen, meg a GTFO-ban ugye, a jól tudom, ott random generálva vannak a pályák. Ha jól tudom, ja. Evil Gaming, mi a neve a játéknak? Ennek a játéknak mi a neve? Elfelejtettem. Így kezdtem az egészet. Hát várjál, megmondom. Egy pillanat. A játék címe... Mindjárt mondom a játék címét. Már mondtam, de elfelejtettem én is. Level Zero. A játék címe Level Zero. Tehát...
Igen. Level Zero a játéknak a címe. Oké. Na. Oké. Oké. Basszus, én azt hittem, hogy a Rainbow Six karantén ingyenes. Nem, nem ingyenes. ja. Nem, értem, mire mondod, ja, mert hogy olyan, de amúgy, ja. Mondjuk az legalább ebből a szempontból például jobban működik, mint ez szerintem. Na, ja, bocs, nem váltottam vissza. Igen. Tehát csináljunk most egy olyat, hogy próbáljuk ki az Alient. Oké. Team, nézzük meg, hogy milyen Alien-nel menni. Creatures are particularly vulnerable to light and use ventilation shafts for movement. Possessing the ability to become invisible, they can move through illuminated areas. Using special vision, they find and consume the eggs of the unborn to gain energy for their superpowers. Their main task is to destroy all living things. Mert nekem az volt a furcsa most itt az a döggel, hogy bejött a világosra, tehát a fényre, bejött a fényre, miközben én elkezdtem ütni azzal a nyomorult fejszével, vagy baltával, ki hogyan hívja. Baloldalról a csávó meg elkezdte tunkolni valami fegyverrel. Na most hát semmi nem történt, de legalább megdöglöttünk. Szóval a játékosok és a szörnyek is igaziak? Igen. Igen, tehát itt most ugye ez multiplayer, tehát ez most úgy megy, igen. Igen, tehát itt alattam lehet látni, itt lent, hogy team, itt, hogy team, vagy itt, hogy szólóba akarom játszani az egészet, és teamre van állítva. És ezek normál játékosok. Igen. Na, igen. A szörnye nem nagyon találja meg, de maga a szörnynek a kinézete egyébként jól néz ki. Mutáció? Customizáció? Jól néz ki a dög, amúgy. Mire lehet, mihez hasonlít a leginkább? Minek a ötvözete? Kicsit ilyen alien beállás, nyilván más a feje. Meg ez a hang nélkül film. Ez a cím, hogy hang nélkül, és abban van valami hasonló dög, és hogy a kettőnek a keveréke, nem? Vagy valami. De jó eltaláltak amúgy. Inspiration, az meg volt. Na! Alien, eliminate all the humans. Nagyon jó. You are able to see senses in the dark. Ne, oké. Na, left alt az micsoda? Ezzel látom a pályát így. Király. Az E? Az nem tudom mi. Hát a sprint az eléggé hurka. Lehet jobb egérgombbal köpni. Bal egérgombbal. Oké. Aha, van egy másik alien is, mert látjátok, ott van egy másik alien is. Rajtam kívül, oké. Tehát itt most konkrétan korom sötét van. Oké. Értem. Hú, ez nagyon szemét láda. Itt most a problémám az, hogy itt most elvileg nekem látnom kéne a... Várjatok, az R betű a steal. R betűvel be lehet menni láthatatlanba. Oké, de ezt a hurka töltőt én miért nem láttam? Tehát ezt miért nem látom falon keresztül? Elvileg kéne látnom falon keresztül, nem? Time split. Stun humans trap. Scanning. Oh. Ide raktam egy tojást. De itt most várjatok, most itt a kérdésem, ugye? Tehát most, hogy az embert, azt miért nem látom falon keresztül? Elvileg kéne, nem? Az probléma. Ah, itt egy valaki, az már eldobta a kanalat, jó?
Infoként lehet még hozzáférést kérni a Steamen hozzá, még nyitott a kora a kérési lehetőséget, akinek kell nézni meg, ja, az, akkor annyi, zsír. Igen, ezek a szerver cuccok, ezek nekem is megvannak ezek az assetek. Hogy jól összerakták, jól tepakolták. Itt most amúgy az a kérdés, hogy amúgy mennyire random generált például a pálya. Az probléma. De most ezt megint nem ért. A benten vízi szörnyére emlékeztet. Hát az sincs kizárva, igen. Én nekem az a furcsa, hogy tehát nekem az a furcsa, hogy nem látom az enemiket. Attention, critical overload. Backup power failure. Hogy azt sem tudom, hogy hol vannak. Ez a saját ilyen dögünk, igen. Oké, ez egy üres szoba. Backup power restored. Igen, de hol? Mert hogy azt megint nem jelzi. Most C-vel. Nearby electronics, scare humans causing them drop item. Scanning. Scan to find human. Oké. De ahhoz több energia kell. Annyi energiánk meg nincsen. Scan to find human. Trap. Oké, ez meg a köpedék. Hát eddig egy enemit találtam, azt is a, szerintem a csapattársam az kinyírta. Az a baj azzal a robottal, meg nem igazán tudok mit csinálni, mert most itt el kéne mennünk arra, merre ő van. Mert legalább, ha mondom tényleg, tehát ha jelezné azt, hogy hova kell menni, az nem zavarna. Oké. Okay. Aha, várjatok. Ott lesznek. Engedd, hagyj jöjjek. Na. Hú, nem, ott van egy gép puska. Itt fölmegyek. Jézus Mária. Itt vagytok, skacok, hogy megint eldobta a streamet az egész, vagy valami történt? Ja, és amúgy 24 perc van benne csinálni, oké. Okay. De egyértelmű nem, hogy benn vagytok egy ilyen... De hol lehet itt kimenni? Tehát, hogy szeretnék kimenni. Oké, okay. Kijöttem valahol. Hát itt valami történt. Ez itt... Mit csinált a sötétben amúgy? Hello? Itt most kinyírtunk mindenkit? Grammar Norbert, itt vagyunk. Ja, jó, oké, oké. Azt hittem megint eldobta a streamet valamiért, a cucc, a kódek. De most várjatok, most mi kinyírtunk itt mindenkit, nem? Jézus van! Oké, várjatok? Igen. Attention, critical overload.
Backup power failure. Na ezt hogyan csinálta? Nekem az miért nem működik? Megyek utána. Ő jobban tudja, mert neki jelezte. Akkor most nyertünk, nem? Mi? Tehát egy embert kiütöttem, és egy embert megöltem. Ez 175-ös damage-et okoztam. Az itemek, tehát a cucc, ami volt az embernél, annak az értéke 250. 250. Máté írja, amúgy egy komolyabb grafóval nagyon faszak is játék lenne, bár így sem tűnik rossznak. Nem tűnik rossznak amúgy. Csak most azzal, hogy te megtaláld a döggel az embert, ahhoz az egész játék idő alatt nem töltött fel az a csúszka, amivel legalább egy olyan ilyen impulzus le lehessen adni, amivel lehet látni a játékban, hogy amúgy nagyjából hova kell menni a mapon, ahol az emberek vannak, ez egyik. Emberrel meg gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy tudom, ilyen ott vagytok hárman, négyen, mert nem tudjátok kinyírni a dögöt. Tehát nagyon még imbalanszol van az egész játék. Tehát, hogy teljes mértékben. Tehát, hogy ez abszolút... Jó. Most arra vagyok kíváncsi, hogy én kikapcsolom a lument. Mennyivel néz ki másabbul a játék? Menjünk még egyet a csávóval. Igazából elfér, nem? Hát most... Tök mindegy, hogy... Teljesen mindegy igazából, hogy... Mennyi idő alatt halunk meg benne. Igazából nincs jelentősége. Start! Maga a grafika szerintem nem rossz, tehát ugye nyilván Unreal Engine 5, ugye a lumen, fényhatások, meg minden az jól néz ki. Nem tudom. Nekem a GTFO se jött be. Tehát, hogy nekem azzal is az volt a problémám, hogy ez a... Mész benne, kb. Nem látsz semmit, ebben mondjuk látsz. Ebben mondjuk annyiból jobb, hogy ugye ebben mondjuk azért látsz egy csomó mindent. Abban nem, és akkor ki kell jutnod. Tehát ilyen, okay. Tehát nem tudom. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy ilyen játékot nagyon nehéz látványosan megcsinálni. Hát ugye ez is, ugye, hogy írtad feljebb, hogy nem is nagyon sikerült. Hiába Unreal Engine 5. De majd jön valami olyan játék, ami majd ezt mondjuk megmutatja, hogy amúgy hogyan lehet még látványosabban megcsinálni. Ez még nem az. Na mindegy, ez van. Szávasztok. Sziasztok. Igen, itt szoktunk beszélgetni. Na, go. Ez mi? Combination wrench. Jó, vegyük el. Na, merre? Hasonló ez a game, mint a Péntek 13 szimulátornak a láncfűrészes texasi, csak más köntösben. Igen, mondjuk, ja. Oké, ott van egy ilyen... Onnan bármikor kiugorhat valami rohadvány. De az a legszebb az egészben, skacok, hogy fogalmam sincs, merre kell menni. Á, ott valami történik. Van valami húcsúcság. De várjál már! Most ez a gép, na ez sincs, ez is jól el van magyarázva. Tehát ez a gép, ez nem a miénk? Hanem, tehát ez nem a dögöt lövi? Vagy ez nem, tehát hogy ez most minket is lő? Jó, mindegy. Oké. Okay. Jó. Jó, skacok, ez nem az én játékom, belenéztünk, legalább nektek meg tudtam mutatni, hogy van egy ilyen játék, ami hamarosan érkezik, és hogy mi az, amivel biztos, hogy soha nem fogok játszani. Ez az. Viszont ha valaki szeretne ezzel játszani, akkor elvileg följebb írt a SCOM Computers, hogy tölthető a játék, úgyhogy nyugodtan játszatok vele. Mondanám, hogy tök jó,
szerintem ez nem az. Ha a végleges verzión rengetegen javítanak, akkor is ugyanaz lesz a játéknak az alapfelállása, mint eddig, szóval igazából nekem ugyanúgy nem fog tetszeni, meg ugyanúgy nem az én játékom lesz. Viszont ugye sokan megszeretik az ilyen játékot, mint például a itt amúgy egyéb megint följebb írták, mint a Péter 13, vagy a texasi láncfűrészest. Jó. Oké. Ez nem az én gémem. Viszont, ami az én játékom valamilyen szinten, az a Vindictus Defying Fate. Ez a Vindictus Defying Fate, ez valójában egy koreai játék, ami full multiplayer online játék volt, és aztán úgy voltak vele, hogy de hát mi lenne akkor, hogyha már úgy vannak, hogy mi lenne, hogyha csinálnának hozzá egy kampánymódot. Tehát ez story módot. És hát ez most elkészült, vagy hát elkészülőben van, úgyhogy ebbe fogunk belenézni, ez az a Vindictus Defying Fate című játék, ami Unreal Engine-ben készül. Cut. Indítsuk el. Játék közben, yes. A szép, én azt hittem, hogy a téged véd, meg aztán lássodát megöl. Igen. Igen, én is azt hittem, hogy az olyan egyértelmű volt, nem? Hogy a katonákat fogja védeni, és a dögöt meglövi. Nem, annak van értelme, úgyhogy nem így lett. Na, oké. Koreai játék, igen. GTFO-ban rengeteg tennivaló van, ott a terminálok nyolják a sejünket, csúnya szóval, de azokra a kommandokra rájönni volt nekem vagy 30 óra. Meg az jó működik, tehát az már az első körben is FPS-nek volt összerakva, és az jó működött. Na, ez nem FPS-nek van összerakva, ez egy TPS karakterre van ráhúzva egy FPS kamera, és cserébe legalább nincs elég FPS-et, amitől FPS-ben normálisan tudná játszani vele. Tök jó. Ez úgy lenne például rohadt jó ballan, szóval ez a game, hogyha TPS lenne mondjuk a karakter, a dög, az enemy, tehát az alien, az meg FPS. És az embereknek embereken lenne mondjuk alapból akkora boost meg minden, hogy ténylegesen mondjuk ilyen 2-3 ütéssel lehetne mondjuk az enemy-t kinyírni. Mert hogy az enemy-nek is 2-3 ütés vagy. Csak ugye az enemy, ugye az alien, az kb. 15-ször gyorsabb, mint a karakter. Meg mindenhova fel tud mászni, mindenhova fel tud kapaszkodni, meg lát a sötétben, meg ilyenek. Na, ezt mindet a karakter nem tudja. Tehát kéne valami, ami ezt az egészet balanszolja. De cserébe ugye nem raknak bele ilyet, mert az mekkora baromság lenne már. Az a mi lehet már, próbáltunk korai túlélő zombis játékkal? A Knack One? Nem tudom. Lehet, hogy rájöttek, hogy a pályák, amiket mutattak belőle, azt azért mobil játéknak is kevés, és akkor lehet, hogy viccelek. Nem, amúgy nem viccelek, minél ő dolguk, majd biztos, hogy izé alakítanak rajta. Na, skacok, 4K, ultra, vertikál, synchron, upscaling, DLSS, megnézzük DLSS-e, hogy milyen a játék, lokon, oké, amit már most látok, hogy szerintem nekem ide kell kontroller. Na mivel menjünk, Fiona? Vajon van Malphysics? Csak úgy kérdezem. Én amúgy az izéval mennék szívesen ezzel a csávóval. A Lennel. Addig hozom a kontrollert. Ne menjetek sehova. Válasszátok ki, mivel menjünk. Yes! Tóth már kérdezi, a Heartland mikor jön ki, azt nem tudni? Nem. Én is várom a Division Heartlandet. Igen. Nem tudom, hogy mikor jön ki, sajnos. Elvileg azt is csúsztatják. Állítólag, aztán majd ugye meglátjuk. Na? Lan vagy...
Aha, lán az ugye a Perszvörtöt használja, tehát kettő darab kis kardja van, ugye a Fiona pedig maga az egykéz, egykezes kard, plusz a másik kezében, meg ugye pajzs. Mert ha jól emlékszem, pont amúgy a Vindictus játékban, én pont amúgy a Lannal voltam végig. Mert az kétkezes kard, az ilyen kicsit ilyen... Hát, abban én nekem úgy nézett ki, mint egy ilyen erősebb rogue. Tehát ilyen két darab ilyen karddal, ahogy mentél, meg minden állati jó volt. Igen. Jó, oké. Okay. Én a Lannal akarok menni. Egy ember mondta azt, hogy Fiona, akkor megyünk a Lannal. Oké. Okay. Na nézzük meg a játékot. Rohadt jól néz ki. Azt tudom. Valószínűleg a hangot, azt le kell kapcsolom, vagy a zenét. Oké. Okay. Köszönöm. Azt vágjátok, hogy kiírta a billentyűzeten a kiosztást, meg minden. Majd, hogy ezt bezárjam, kiírta, hogy nyomja meg a B-t a kontrolleren. Na várjátok, itt csinálunk egy olyat, hogy a Muzisk volume-ét azt lejjebb veszük. Na! Jól néz ki! Na várjátok, mivel mit csinál? Még véletlenül se az a kiosztás, ami ténylegesen egy, mondjuk egy Souls-like játékban van. Igen. Lokon. Controller. Aha. Jó, nem akarok állítani a kontrolleren, nekem jó így. Igen. Oké. Okay. Van Lokon, tehát az izéval, aha. Aha, ez a futás. Sziasztok. Hát azért ez jól néz ki, na. Nekem mondjuk, ami furcsa az, hogy a karakternek a Field of View-ja. Szóval, hogy érted? Tehát elég nagy itt a collision-je egy-két cuccnak egyébként, mert a karakter sem tud nagyokat lépni. Ez mi? Ignite. Be kell gyújtani valamit. Szabó Gaming, szia! Igen, ez a Field of View, mint olyan, az nem túl acélos, viszont amúgy a karakternek a modellje viszont rohadt jól néz ki. Basszus, de jól néz ki. Várjátok. Állat. Skomputers, Vindictus. Vindictus. Rohadt jó. És akkor rest. Rest is the best. Mi a stájsz, hogy vagytok? Hát minden szuper. Nyomjuk itt a játékokat, kipróbáljuk ezt a két, kipróbáljuk a Vindictust, hogy milyen, illetve magát az előző játékot is kipróbáltuk. Amiről kiderült elég hamar, hogy nem az én gémem. Viszont nekem, ja, a bevilágítás, magával a kamerának a betekintési szöge az botrány. Az nekem nem jön be. Az valamiért ilyen nagyon közel van, nem tudom. Nekem, engem egy kicsit zavar, de jó, mindegy. De cserébe legalább nem lehet állítani. Jó, jók ezek a geometriák egyébként. Ugye hát, igen, tehát textúra minőségben ugye nem túl acélosak, de mondjuk ha úgy összességében nézitek, úgy viszont azért jól néz ki. Most kérdés az, hogy az egész játék egyébként ilyen csőjáték lesz a
úgy, mint ahogy most, hogy így van két oldalt, mondjuk attól a faltól, attól a falig lehet menni, és akkor így lehet benne haladni, hogy ilyen lesz végig, vagy hogy ez így... Mert ott nagyon úgy néz ki, hogy ott a háttér, mint hogyha kicsit ilyen open-ebb lenne, nem? Vagy hogy itt... De lehet, hogy nem. Na igen. Szia. Zoltán Kovács, szia! Hali, ciao ciao! A ugyanaz a mozgása, mint a amikor játszott a kezéval. A végzéses. Állat. Nekem a kamera, én a kamerával rohadtul nem vagyok kibékülve. Ez a kamera nagyon bele van zoomolva az egész játékba. De borzasztóan, tényleg. Mark, ezt már most adom. Ja, amúgy jó. Tehát én nagyon, mondom, én nagyon sokat játszottam ezzel. Work in progress. Mi? Na várjatok! Tehát itt most kiírta nekem, hogy work in progress, tehát hogy ez egy láda? Eddig tartott a demo? Vagy mi ez? Nem, azért mondom. Igen, itt megint látszik az, hogy lument nem nagyon használnak, lumen fényhatást, ami nekem megint csak furcsa. Tehát itt most sima egyszerű post-processing volume-on belül sétálunk, mert nem ilyenek a fények, amikor bemész egy barlangba, tehát ott azért ott már úgy teljesen más az árnyékolás. Úgyhogy megint csak nem értem, hogy például a lument azt miért nem használják, itt csak annyi, hogy post-processing volume-ben lejjebb vitték a fényerőt egy kicsit, meg átszínezték az egészet, hogy ilyen. Ettől függetlenül jól néz ki, meg szép, csak furcsa, hogy ha már single player játék, akkor azt igazán belerakhatták volna. Illetve, igen, tehát maga a textúrák, mint olyan, hát szóval ez nem túl nagy felbontás. Megint csak egy kis barlanghoz képest. Ezt hogy érted? Csak az enemik, a dögök azok, amik zseniálisan jól néz. Az probléma. Hop, hop, hop. Ádámka, ez mi volt? Az baj. Engedj már, hát na. Oké, megvan. Nem tudom, hogyan kell életet tölteni. Na, várjatok. Így. Oké, fölfele nyíl, megvan. Illetve van egy csomó hely még a játékból, elég nagy a collision-je a cuccoknak. Úgyhogy ott a karakter csak úgy szimplán megakad. Ami, hát mondjuk egy ilyen fightnál, egy ilyen ütközöttnél, az nem biztos, hogy annyira sokat segít. Oké. Okay. Egy kicsit visszajövünk. Mi az árnyék bebuggolatok közben? Azt még pont nem láttam. Hello! Engedem meg, hogy felkelj. Tetszik ez a stationary köd, amit így leraktak ugye a lábához, magához a... Tehát ezt a volum... Hát ilyen köd, ja, köd. Kicsit olyan, mint a volumetrikus lenne. Hát...
Amúgy lehet. Nem tudom, de rohadt jól néz ki. Tehát látványos. Nekem a kamerának ez a betekintési szöge, meg ez az egész, ez nekem nagyon... Mellé. Oké. Okay. Ha tudom, hogy van élő, előbb kelek föl. Az hagyján, Zoltán, de hogy így, ha én tudom, hogy tehát nem az, én tudtam, hogy lesz élő, vagyis hát, terve volt. Hát ehhez képest ugyanúgy nem tudtam fölkelni korábban. Másfél órája keltem fel. Az nem túl baráti. Néha az árnyék bebuggol a... Szevasztok! Nem lehet bebételni ezeket? Igen. Szia Lajos. Állat. Reggel 6-kor feküdtél. Hát... az király. Én egy kicsit korábban, de... igen. Nem tudtam aludni. Előtt a favágós álmom. Leszakadt az ágy. Nem. Nincs is ágyam. De innen jöttünk ki. Erre mi van? Atya úristen. Menj innen. Opopopopo. Hey. Hát ez... mint fak a poharat. Mário, képzeld el, az előbb a te régi videóidat néztem, ami még a régi csatidon volt, azt néztem, amikor a The Beast Inside című horrorra játszott, és közben megnéztem YouTube-on, és láttam, hogy élőzöl. Igen, hát volt olyan is. Igen. Milyen kis szép játék, csak nem szólsz. Nehogy játszam. Figyelj, szerintem... nem teljesen Souls-like játék. Tehát mondjuk még egy gameplay mechanika, hogy nyisd ki azért. A chestet azért nem működik benne. Ki van írva, hogy hát amúgy work in progress. Még dolgoznak azon, hogy ki lehessen nyitni egy chestet. Nem teljesen Souls-like játék, de nagyon hasonlít a mondjuk egy Souls-like játéknak az irányításához. Sok mindenben. De nem az, szerintem. Aha, itt gondolom, akkor itt van egy olyan, hogy animáció. És akkor itt... várjátok! Ne, gyere vissza, testvérem! Itt mi leülünk, pihenünk egyet, visszatöltjük a izét. Ezt a életfeltöltőt, mert itt úgy érzem, hogy ott lesz valami. Rest. Oké. Okay. Most az a lényeg, hogy az életfeltöltők azok vissza... igen, visszaajzoltak, jó. Oké. Okay. Na. Itt szerintem lesz valami. Tamás, jó reggelt! Hateutónó, nagyon szépen köszönöm! Jó reggelt neked is! Yes! Kösz szépen a donétert! Érdekes, hogy koreai játék és még nincs benne annyi chili-vili effekt, ezért játszottam én annós, hát relatív sokat, tehát hogy egész sokat, mert nem volt benne chili-vili effekt. Van benne persze egy-két effekt, meg ilyenek, ami úgy feltűnő, meg látványos, de nem ez a
tipikus. Minden is világít, minden is tükröződik, minden is izé. Jaja. Ez szerintem boss, de nem biztos. Hop-hop! Az probléma. Látok. Ezt most egyedül le kéne szólózom ezt a tögöt? Ah, jó, persze! A szájon vágtam, nem? Menj onnan! Próbál megvárni, míg betöltenek a spelljeim. Várjál. Aha. Töltse életet. Köszönöm. Ezt szétütöm, basszus, mert nem látok tőle semmit. Hello? Amúgy jó a dögnek a movement setje is. Nagyon jó az animáció. Nagyon tetszik a float physics rajta, nagyon jó ahogy mozog a sörénye. Állati jól néz ki. Persze! Nyilván mellé üt! Jó napot! Zsatár! Árnyék feng. Az a... Mi a feng? Tüske? Nem. Hogy mondják? Nem tudom, hogy mondják. Fog. Feng. Mindegy, szóval megöltük. Most kacok, az egyetlen dolog, ami a játékban rohadtul idegesít, most komolyan, ezt mondom az egész, előbb már mondtam, a kamera. Egész egyszerűen a kamera, mint olyan, szerintem... Az szerintem nagyon kicsi a látószög, vagy nagyon hülyén van beállítva, mert borzasztóan idegesítő. Komolyan, de amúgy semmi más, a többi mind grafikailag. Most az, hogy a szikláknak a felbontása ekkora, hát jó Istenem, most akkor mi van? De a geometria meg rohadt jól néz ki. Karom, az. Hát Eclipse a karom, de hogy ugye a karom az meg ugye a Claw lenne elvileg az a karom. Mindegy, igen. Oké, hát itt vannak egy gyilfáram. Jó, várjatok, tudok egy életet. Persze. Az nem OP ez az ütés, nem? Napot. Mögöttem az ütés. Az hátba vágtam. Agyar. Kata, igen, agyar a feng. Igen, kösz szépen, azaz. Köszi, igen. Nem jutott eszembe, basszus. Igen. Agyar. Igen. Viszont amúgy szeretnék megosztani veletek egy... Hát egy nem túl meglepő információs kacok. Ez, amit most láttok kinézetben és geometriában, valami ilyesmire kell számítanotok. Figyeljetek. A Wukong című játékba, jó? Tehát ami most fog megjelenni, Wukong című játék, amit mindenki úgy vár, mint a megváltót, ugye a majom királynak a történetét mondja el, és az is Unreal Engine 5, na, valami ilyesmit kell elképzelnetek geometriában,
meg mondjuk részletességben. Ami különbség lesz benne, hogy abban, ahogy láttam, ott van a Global Illumination az lumen, ennél nem az. Illetve a felbontása a textúráknak nagyobb, mint ebben. De valójában maga a pálya nagyjából kinézetileg, tehát így meg részletességben, meg tényleg főleg geometriában valami ilyesmire kell számítanatok. Ezt csak úgy mondom, hogy nagyjából így kell elképzelni, és látjátok, hogy tök, milyen érdekes, hogy tök jól tud futni a játék. Jó, azt tegyük hozzá, mondom, nincs benne lumen, tehát hogy ebben így... Na, de hogy valami ilyesmire kell számítani. Hová Gergely, a feng az zagyar. Igen. Megelőzték, ja. Igen, hát még továbbra sem működik ez a fránya. Nyissuk ki a ládát funkció. Szia. Hoppa, szottáztat. Mindegy. Hello. Zárva innen. Ez probléma. Jaj. Igen, hát itt eléggé durványok vártak, várjátok, nincs. Hát persze, hogy nincs életfeltöltünk, az jó. Az király. Nem? Az probléma. Megvan. Jó, de ez még csak pre-alpha, nem? Hát valami olyasmi, igen, tehát ez ilyen tester verzió, hogy nagyjából kinek mennyire, hogyan fut ez a játék. Gondolom ez azt a célt szolgálja, igen, tehát ez még azért eléggé kezdetleges. Bármint, most figyeljetek, a harcrendszer működik, a kinézet szerintem rohadt jó, a pályadizájn szerintem rohadt jó. Igazából még vannak persze játékmechanikák, amik nem működnek normálisan, hát Istenem, nyilván, tehát most csodák nincsenek. De nem lesz vele gáz, jó lesz ez a game. Van egy ilyen mentési pont. Nagyon király. Azonnal ülj le. Rest. Visszakaptam az életfeltöltőket? Igen, és fullos az élet. Jó, és akkor... Oké, na. Lesznek az emberekből. Sünet. Abban kicsit költöttek animációra, nem? Meg átvezetőkre. Ezért nem kicsit minőség. Na jó, sziasztok! Végzés. Ott repül a kis madár. Ami jó, hogy a kisebbeket be lehet stunnolni gyakorlatilag ütésekkel. Tóth Márk, le vannak véve a zenék. Azért, mert copyrightosak. Ez probléma.
Ezt hogy érted? Annyira jó, hogy elnyomja a spellt. Aha. 360 no scope, érted? Ennyi nem? Azt mindig benyelom. Ez probléma. Nincs több életfeltöltőnk. És elég sok élete van ennek a szemétládának, várjatok. Megvárom, amíg betöltenek a spellek. Aha, anyád. Ez probléma. Ez probléma. Basztus, kettőt lőtt. Meg akartam fordulni, mert megyek a másik irányba. Király. Tóth már, hallottál már erről a Suno AI zenékről? Bármilyen típusú zenét elkészít, úgy ahogy akarod. Valamit hallottam róla, igen. Majd lehet, hogy belenézek. Oké, bocsak, ezt lenyomtam. Várj, most kajak meg kell ölni ezeket megint? Nem jó, ez nehezebb, mert... Sokat segít a kamera, köszi. Oké, őt akarok. Az a baj, hogy mire ezeket kinyírom, addigra pont el kell nyomnom egy életfeltöltőt. De jó. Anyád. Aha. Jó, persze. Tehát akkor ezt nem stunnolom be, azzal, hogy ütöm. Élet. Hát, nem akarja elnyomni. Oké,
nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Az a baj, ha lenne még egy életfeltöltőnk, amit ugye ott a izénál veszítünk el, akkor simán le lehetne nyomni ezt a boss-t. Hát simán le lehetne igazából. De most már tudom is, most mi a taktika, mert eddig nagyon próbáltam így távolságot tartani, vagy ilyesmi. Igen, esetleg. Köszönöm. Oké, hát most valamivel jobbak vagyunk talán. Mondom, valamivel. Aha, király. Jó, jó kezdés. Igen. Ugyanott tartunk, ja. Jó. Aha, persze. Ez miért van az, hogy egész idáig nem bírt eltalálni, most meg hirtelen minden egyes tudással eltalál? Ne, üss mellé, hogyha már ki van targetolva, persze. Ha csak egy lehetőség van rá. Hát az rip. Meghaltunk megint. Hát mennyi. Ja. Jó, mindegy. Semmi baj. Semmi baj. Előfordul. Legjobb családban is, nem? Na, skacok. Ez a Vindictus című játék. Nem akarom tovább elhúzni, megmondom őszintén, mert amúgy egy rohadt jó kis játék. Próbáljátok ki. Elvileg van hozzá, ugye elvileg van hozzá, lehet hozzáférést kérni. Mindenképpen tegyétek meg, jó? Mert amúgy maga a játék jó. Most nem tudom egyébként, hogy itt most a single player részét, mint öltet magát a kampányt, az konkrétan így akarják csinálni, amit most láttok, hogy egyedül mentek benne. Vagy hogy ebbe is lehet majd többen magatokkal. Szerintem ez hogy, tehát azért kampány, vagy ilyen szempontból, hogy egy emberes lesz az egész. De aztán majd meglátjuk. Nekem tetszik a játék, tehát ez rohadtul bejön. Hát az előző játék az nem annyira, tehát az a osonyunk az sötétbe, ahol minden imbalanszolva van, azt inkább hagyjuk. Nekem ez sokkal jobban bejön, mint az a sötétben lopakodunk, és a dög ellen megyünk, aztán valamit csináljátok a sötétben játék. Ez szerintem sokkal jobb. Én, amit ezen a játékon szerintem módosítanék, mármint nyilvánvalóan, mint mit tudom én, tehát így, mint ha mondjuk én lennék a játéknak, most hülyén hangzik a kreatív director, mondjuk ha abból a szempontból, biztos vagyok benne, hogy ha még ha csak lebutítva is, de beleraknám a normálisan a lumen fényhatást, mert sokkal szebben néz neki a játék, egy csomó helyen. Kicsit emelnék bizonyos textúrákon, mert eléggé mosottasak. A pálya dizájn szerintem teljesen rendben van. A karaktereknek a mozgása, a dinamikája, a kidolgozása, a fjúr, tehát mi az a szőrnek a mozgása a dögökön, a ruha, a cloth physics, a magának a karaktereknek a kidolgozása szerintem teljesen rendben van, sőt, tehát sok nagyon rettenetesen jól néz ki. Úgyhogy ez egy olyan játék, amit biztos vagyok benne, hogy játszani fogok. Biztos vagyok benne, hogy lesz róla majd egy hosszabb ilyen in-game, tehát egy hosszabb live is, amikor majd megjelenik. Végigjátszás nyilván nem, mert senkit nem érdekelne, de egy hosszabb live-ba bele fogunk nézni mindenképpen megjelenés napján, mert rohadtul bejön a game.
Úgyhogy ja, úgyhogy ezt tudom abszolút javasolni. Hát aki meg szereti azt a sötétben osonjunk, azt, ha azt a játékmenetet szereti, azoknak pedig az valószínűleg még ugyanúgy bejön. Amúgy most csak hogy értsétek, ennek a ez a grafika, amit most láttatok ennél a Vindictusnál, ez, amit láttatok, ez ugyanaz a grafikus engine, mint amiből a sötétben sétáltok a csávóval. Tehát, hogy pontosan ugyanaz. Ekkora különbség. Tehát, jó, úgyhogy azért mondom, hogy ezt nektek kell dönteni. Mind a kettő játékhoz jelenleg hozzá lehet férni még a mai napon. A mai napon, meg még talán a holnapi, illetve holnap utáni napon. Próbáljátok ki. Én azt mondom, hogy tehát nyilván egy próbát megér. Tehát, hogy tényleg egy próbát simán megér. Úgyhogy, ja. Nektek melyik tetszett amúgy a legjobban, skacok? Melyik az a game, ami a legjobban bejött ezek közül? Csak kíváncsiságból, mert tényleg. Illetve, amit még meg akarok nektek mutatni, ez vicces. Vindictus. Gameplay. Hát igen. Ja, ez nem így nézett ki. Igen. Megmutatom egyébként a játék, a Vindictus, mint olyan, tehát hogy normál esetben hogyan néz ki. Egy pillanat. Igen, tehát hogy nagyjából, igen, de ennél rosszabb minőségű videókat egyébként nem lehet fölrakni, de most komolyan, tehát hogy... Itt vagytok amúgy, skacok? Mi van, megállt a chat, vagy mi történik? Megint kifagyott az egész? Egyébként, na, itt is felmutatom, tehát a játék, mint olyan, az így néz ki, a Vindictus, az eredeti, tehát ami konkrétan, ami 13 éve volt, tehát itt van, ez maga a játék, tehát ez így néz ki. Tehát ez az a játék, amit most játszottunk, csak ez ugye a multiplayer. Tehát ez annó a játék, ez így nézett ki. Ez volt a különbség. És nézzétek meg a harcot, tehát az animációkat, meg minden csomó dolog kb. Ugyanaz. Rengeteg dolog ugyanaz. És azok az a baj, hogy nem tudom szebb, ez a legszebb minőség. Ez a legszebb minőség, amit így most jelenleg találtam. Mondom, ez full online. Tehát az eredeti. És ez így nézett ki. Most ehhez képest egy kicsit most egy Unreal Engine 5-ben, mintha másabbul néz neki, nem? Ja, hát igen. Mennyire jó volt ez a game, olyan cuccaim voltak már, te jó Isten. És amúgy full fair volt amúgy a játék, tehát hogy korrekt, tehát hogy... Tehát nyilván nehéz volt, nyilván. De azért tehát direkt úgy van kihegyezve, hogy ott te csapatba mész. Tehát nem egyedül mész, de tudsz egyedül is persze szólózni is tudsz benne, és akkor bónuszokat is kapsz, vagy mindenféle izét, de hogy az ott tényleg, hogyha te csapatba menti, akkor ez úgy le lehet egy gyűrni az enemiket. Ja. Zoltán, beleg emlékszem még, amikor Vindictusba bejött a DX11 bétában. Igen? Hú, én ennyire azért már nem emlékszem rá. Nem most volt. Ja, úgyhogy nagyjából így kell elkezdeni, tehát ez volt a Vindictus, tehát hogy így nézett kis kacok. Csak hogy összehasonlításképpen a mostanival.
Tehát ezt dolgozták föl. És kapott egy kampánymódot. Igazából ennyi. Igen, megy az idő. Ez sem most volt. 13 évvel ezelőtti gameplay, csak mondom. Tehát, hogy így, hello. Ez beteg. Ez beteg. Ja, hát igen. Ez megy az idő. Ja. Viszont, kacok, ne ragudjatok, de én megyek. Mennem kell. Sajnos ennyi fért bele, mert most délutántól reggel 7-ig dolgozok, úgyhogy további szép napot mindenkinek. Remélem, hogy nektek legalább jó lesz. És akkor jövő héten pedig jövünk, illetve bocsánat, jövő héten szombat van, ne haragudjatok. Tehát, hogy vasárnap igen, én reggel 7-kor hazaérek. Vasárnap, vasárnapi dózis, szokásos, délután. Jó, ez nagyon fontos. Azt úgyhogy mindenkit várunk vasárnap szeretettel, jó? És akkor a hétfői ilyen, hétfői kibeszélésről pedig még akkor ilyen beszélgetéssel kapcsolatban meg majd holnap megosztom az infókat, hogy nagyjából mi lesz, jó? Úgyhogy ja. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, legalábbis, hogy tényleg ennyien mondom, ez egy ilyen, hát elég random stream volt, meg az igazából időpontban se volt túl kedvező. Tóth Márk kérdezi, Outlast Trialsről mi a véleményed? Outlast Trialsről, Tóth Márk, figyelj, ne van róla videóm a csatornán, hát szerintem borzasztó. Mármint abból a szempontból, hogy mennyire jó volt az egy, aztán utána a második rész az olyan semmilyen volt, még az egynek a kiegészítő is rohadt jó volt, a Whistleblower. Második az olyan határeset volt, hát ez a kooperatívost, ezt meg szerintem el kell felejteni, legalábbis nekem, tehát hogy én nekem abszolút nem adja, nekem az első a kiegészítőjével együtt szerintem az etalon, mint olyan. Ja, úgyhogy hello, én level zérót jöttem nézni, lekésted? Le, de vissza tudod nézni, sokat nem veszítettél egyébként a level zéróval. Egyébként mind a level zéró, mind a Vindictusra, hogyha kértek hozzáférés jelenleg Steamben, akkor elvileg kaptok, úgyhogy próbált megér, jó? Skacok, úgyhogy azért próbáljátok ki ti is. Viszont ja, én tényleg lépek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis betekintés, ha igen, akkor mondom, nyomjatok lájkot ezerre, az nagyon fontos, felkapja az algoritmus a videót, és holnap pedig találkozunk a vasárnapi dózisban. Mindenkinek a legjobbakat, sziasztok!